2023. januárjában indult programsorozatot a Nimrod szakfolyóirat azzal a céllal hívta életre, hogy a vadászati világkiállítás hagyatékát tovább vihesse, illetve hogy országos és helyi szinten is foglalkozzon az éppen aktuális témákkal. De nem csak szorosan az e témában érdekelteket kötheti le ez a rendezvény, mert más természethez kapcsolódó kulturális előadások is előtérbe kerülnek majd. Nem csak a helyi Dolna-vármegyei vadászok szempontjából, hanem országos szempontból is jelentősége van, hiszen az összes, talán Budapesten nem, de a Budapesten kívüli vármegyékben biztos, hogy lesznek ilyen rendezvények. Ez a Nimrod szak folyóiratnak a rendezvénye. Nyilván az a cél, hogy egy seregszemlét csináljanak a megyékbe. Megítélésem szerint nem csak a vadásztársadalomnak szól ez a rendezvény, hiszen hogy a programét végignézzük, azért művészeti, fotoművészeti szempontból is vannak kuruizmusnak tűnő dolgok benne, előadások. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csábíthatnánk ide a nem vadász társadalomnak, mert többségében mégiscsak ők vannak, a tagjait is, a lakosságot, hiszen a vadászat az nem csak vadászat, ez egy természetszeretet, környezetvédelem, nagyon sok minden más is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó rendezvény. A vadgazdálkodásban, a vadászati kultúrában, a természetben országosan és az érintett területeken is bekövetkezett változásokat előadások formájában megismertethetik, így az érintettek vármegyeszerte beszámolhatnak saját területükön szerzett tapasztalataikról. Mi januárban indítottuk el a Nimrod Fórum sorozatot, ami tulajdonképpen a világkiállítás szellemiségének, munkájának, de ha úgy tetszik, a hétköznapok vadászattal, vadászati kultúrával való foglalkozásának a folytatását jelenti. Azt hiszem, a világkiállítás egyik nagy tanúsága az volt, hogy nem elég csak egyszer bemutatni mindazt, amit Magyarország, azon belül néhány helyszín, és ebben a szempontból egyébként Tolna megye kiemelkedik, hiszen két égköve is van vadászati szempontból, Gyulaj és Gemenc. Szóval, hogy ezek a helyek, a hozzá kapcsolódó kulturális közeg, a szakma, erdészeti igazgatóságok tudnak Magyarországról. Erről folyamatosan kell beszélni, és a Nimrod Fórum ennek a kiszolgálására jött létre. Ebben az évben, illetve hát a jövő évben természetesen a számosságból kifolyólag minden vármegyét körbejárunk, a megyeszékhelyeket, találkozunk a megyei kamarákkal, az ottani erdőgazdaságokkal, a szakmával, az érdeklődőkkel, és próbálunk mi is ihletet, tartalmakat meríteni, illetve inspirációt adni a helyieknek. Az egyik országosan aktuális téma például a természeti környezet használatának megváltozása napjainkban. Az utóbbi években megnövekedett számú turista, akik nincsenek otthon a vadászati szabályokban, szokásokban, viszont a gazdálkodással érintett területeket járják. Ez önmagában is egy komoly kihívást jelent a szakembereknek. Az államtitkár elmondta, a több mint 600 ezer látogató jelenléte a világkiállításon bebizonyította, hogy van helye a vadászatról való értelmes, felvilágosító módon beszélni. Helyi szinten pedig rendkívül érdekes tapasztalatokat cserélni, inspirációt adni egymásnak. Minden helyszínen, így most itt Szekszárdon is, a helyi sajátosságokról, a helyi szakmai tudásról, kulturális közegről kapunk ilyenkor előadásokat, amit aztán természetesen mi a Nimrodban feldolgozunk. A helyi hírek, a helyi kultúra így válik országossá, illetve tudja megmutatni magát a világnak is. A konferencia sorozatra az ország minden részén nagy az érdeklődés. A szekszárdi 6. állomáson megtartott eseményen vadgazdálkodási társaságok, erdészetek képviselői tartottak előadásokat, de egyetemi oktató, természetfotós és szobrászművész is tartott előadást a vadászathoz, természethez, állatokhoz kapcsolódó témákban.